A legfrissebb felmérések szerint a Magyarországon megtermelt személyenkénti veszélyes hulladék mennyisége évente 49 kg. A kórházakban a vérrel vagy váladékkal szennyezett anyagok, mint például a használt kötszer, tampon, tű, fecskendő vagy éppen lepedő is ilyennek számít. A kórházak fertőző osztályain pedig minden hulladék veszélyes, egy betegnek bevitt barack lé csomagolása is. A koronavírussal fertőzött betegeknek és karanténban lévőknek is oda kell figyelni az otthoni hulladékok megfelelő kezelésére, elhelyezésére. Rendelő intézetekből már eddig is szigorúan elkülönítetten jött ki a nem fertőző, vegyes lakosságival egyenértékű hulladék, illetve a fertőző kórházi hulladék. Ugye most, hogy gyakorlatilag az otthonaikban tartózkodnak az emberek, COVID-fertőzöttek, karantén alatt, stb., otthon jelenik meg a potenciálisan COVID-dal szennyeződött hulladék. Azt el kell mondani, legalábbis tudomásom szerint, illetve én még nem láttam arra vonatkozóan tanulmányt, hogy a háztartásból kikerülő hulladékkal is fertőzne a koronavírus, de ettől függetlenül elméletileg ez lehetséges. Éppen ezért az országos tiszti főorvos is kiadott egy olyan ajánlást, hogy a háztartásokból kizárólag dupla nylon csomagolásban rakják ki a lakosok ezt a hulladékot. Egyrészt azért, hogy a mi dolgozóinkat megóvjuk az esetleges fertőzéstől, illetve gondoljunk abba bele, hogy amikor egy társasháznak van egy darab 1100 literes edénye, abba mondjuk 20-30 háztartás hordja a hulladékát, és az 20-30 embert jelent, aki megfogja azt a kuka fedelet, kinyitja, bezárja, stb. Tehát az ajánlás szerint dupla műanyagba kellene ezt a hulladékot elhelyezni, és a saját lakásban, ingatlanon belül még 2 napot tárolni, addig úgymond a koronavírus elpusztul, és úgy helyezni a közös gyűjtőbe a hulladékot. Ezek a szabályok nem csak az igazoltan pozitív koronavírus fertőzöttekre vonatkozó előírások, hanem a karanténban lévőkre is igazak. Az ügyvezető hozzátette, hogy a társaságnál is okozott megbetegedést a koronavírus járvány, ám a fertőzöttség nem érintett annyi embert, hogy a szolgáltatás minőségét befolyásolta volna. Igyekeztünk felkészülni a koronavírus okozta helyzetre, dolgozóink szájmaszkot kapnak, amit viselniük kell, kesztyűt kapnak, gumikesztyűt, illetve tisztálkodási szereket, amilyeket használniuk kell, illetve olyan intézkedéseket vezettünk be, hogy a munka kezdetkor, illetve végén a lehető legrövidebb időt tartózkodjanak zárt térben, a gépkocsik átadása nyílt téren történik, stb. Tehát ezzel egyrészt igyekeztünk kiküszöbölni a fertőződést, illetve arra is készültünk, hogy amennyiben csökken az állomány létszáma karanténok, illetve megbetegedés miatt, akkor hogyan haladunk majd az egyes szolgáltatásoknak a csökkentésével, korlátozásával, annak érdekében, hogy a minimum heti egy alkalommal történő vegyes hulladékgyűjtést minden körülmények között tartani tudjuk. Az ügyvezető hozzátette, személyes ügyfélszolgálatot jelenleg nem biztosít az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Bárki elérheti azonban a telefonos és e-mailes ügyfélszolgálatot, ahol a kollégáik segítenek elintézni napi ügyeiket.